Üdv mindenkinek, éppen Jamaikán töltöm a karácsonyt, ja nem, éppen itthon vagyok, és arra gondoltam, hogy egy HP 32S2-re mi lenne, ha írnánk egy differenciáló, deriváló programot. Mert most éppen az hiányzik a karácsonyi hangulathoz. Szóval itt van ez a kép, éppenséggel, ha megnézzük a memóriát, akkor semmilyen program sincs benne. Szóval akkor írjunk egy deriváló programot. Ugye ez tud numerikusan egyenletet megoldani, meg tud numerikusan integrálni, de numerikusan deriválni pont nem tud. És arra gondoltam, hogy de jó lenne, hogyha tudnánk egy függvényszélső értékét megkeresni. Szóval akkor írjunk egy programot. Ha már deriváló, akkor legyen a neve az, hogy D. Label D. Ugye azt fogjuk csinálni, hogy majd az X változó lesz, ami a futóváltozónk, tehát azt előszedem. Ugye numerikusan mindenki tudja, hogy kell deriválni, odébb lépünk az x-től egy kicsit plusz irányba, meg egy kicsit mínusz irányba, mind a két helyen kiszámoljuk a függvény értékét, kivonjuk egymásból, és leosztjuk azzal a távolsággal, amennyivel odébb lépkedtünk. Tehát akkor először ebből gyártsuk le azt, amivel odébb lépkedünk. Én arra gondoltam, hogy függjön az x-től, de először is úgy függjön tőle, hogy lehet, hogy az x negatív, ezért vegyük az abszolút értékét. Lehet az x nulla is, akkor viszont nullával osztanánk ott majd a végén, akkor adjunk hozzá egyet. És csináljuk azt, hogy 10 a hatodikonnal leosztjuk az egészet, így már egy nagyon jó kis számot fogunk kapni, ami a nullánál és negatív értékeknél is mindenhol fog működni, és ezt tegyük el a d-be, ennyivel fogunk odébb lépni. Ha most akkor a stackben ott van ez a D, és először kiszámoljuk azt, hogy az X plusz D helyen mennyi a függvény értéke, tehát akkor ehhez adjuk hozzá az X értékét. Most a stackben ott van ez a X plusz D, akkor ezzel hívjuk meg a függvényünket. Majd az F-ben lesz benne a függvény, aminek a szélső értékét keressük, ez visszaad nekünk egy értéket a stackben, azt el is kéne tenni, a későbbiekben majd fog ezt kelleni. És utána csináljuk azt, hogy előszedjük az X-et, levonjuk belőle a D-t, és ezzel is meghívjuk ezt a függvényt. Most megint ott van a stackben az az értéke, ami az X-D helyen a függvénynek az értéke. Vegyük elő a T-t úgy, hogy ebből levonjuk, RCL-T. Most előállítottuk a mínusz egyszeresét annak, amit szerettünk volna, akkor vegyük a mínusz egyszeresét. Ezt osszuk el a távolsággal, amennyit lépkedtünk, tehát le kell osztanunk a D-vel, de mivel fölfelé is D-nyit léptünk, és lefelé is D-nyit léptünk, ezért még kettővel is el kell osztani. És hát, hogyha jól csináltuk, akkor itt a vége, return-nel vissza is térhetünk, és gyorsan írjunk meg egy függvényt, hogy ki tudjuk próbálni. Akkor azt mondtuk, hogy az F-ben lesz. Én szeretnék egy olyat, mint az X-négyzet, csak toljuk el plusz X irányba 3-mal, az azt jelenti, hogyha van valami a kijelzőn, akkor abból 3-at le kell vonni, és lefelé is toljuk el 2-vel, tehát akkor ezt ugye négyzetre kell emelni, és még 2-t vonjunk le belőle. És ez fogja nekünk visszaadni a függvény értéket, tehát return. Ennyi az egész. Lépjünk ki a program szerkesztésből. És akkor próbáljuk ki, ugye ennek a függvénynek a szélső értéke az x egyenlő plusz 3-ban van, akkor mondjuk azt a számológépünknek, hogy a d függvényt akarjuk majd megoldani, az a deriváló, hogy hol nulla, és csapjuk bele nagyon ezt a számológépet, és 10-et tegyünk az x-be, tehát jó messziről indítjuk, és nézzük, hogy mit tud, oldjuk meg az x-re. És ott van a 3. Hát ez nagyon jól sikerült, még azt próbáljuk már ki, a mínusz 10 felől indulunk, akkor is tudja. Na nézzük. Akkor is tudja azt a mindenit. Írtunk egy deriváló programot karácsony első napján. Hát mindenkinek békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok, sziasztok! És tényleg nem Jamaikán vagyok, azt a mindenit. Na hello, sziasztok!